31 éve képeznek szociális munkásokat a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karán. Azóta számos változáson ment keresztül a képzés. 2019-ben indult el a szak duális formája. Egy mozzáruló program azt a célt szolgálta, hogy továbbfejlesztik a gyakorlati képzést. Az, hogy egy duális képzési formában folytatjuk ezt a képzést, az egy egészen másik megközelítést kíván tőlünk is, a hallgatóktól is, és a munkahelytől is. Meg kell változtatni a gondolkodás módját mindenkinek, hiszen nagyon hamar odaengedjük a hallgatót a munkahelyre. Ez tőlünk egy újfajta szemléletet kíván. A munkahelyen nagyon hamar megjelenik a hallgató, tőlük ez egy újfajta szemléletet kíván, és a hallgató számára is alkalmazkodás, hiszen 19 évesen akár már rögtön szembe kerül a munka világának a kihívásaival. A szociális munkásokra olyan szakemberekként tekintenek, akik szociális életvezetési vagy épp mentális problémák megoldásában próbálnak segíteni. Munkájuk az élet minden életszakaszát felöleli. Családok segítése, a gyerekek védelme, a gyerek jólét biztosítása, a szegénység enyhítése, a hajléktalanok otthonhoz, lakáshoz, szálláshelyhez való juttatása, a szenvedélybetegségek kezelésében az egyének az erősítése, hogy mondjuk szabaduljon meg a függőségeitől, vagy mondjuk a munkanélküliek számára munkahelykeresésben való közreműködés, vagy esetleg egy családi krízishelyzetben lévők, a sérültek vagy az áldozatok segítése és támogatása, és hát mondjuk az idősek segítése. A duális képzésben résztvevő szociális munkás hallgatók fizetést is kapnak a 3,5 év során. Emellett béren felüli juttatások is megilletik őket. Képzésükbe új elemeket, digitális eszközöket és szakmai partnereket is bevonnak. Az egészségügyi kar a Pécsi Tudomány és a Széchenyi Egyetemmel működött együtt. Érzékenyítő tréningeket, workshopokat, vetélkedőket és érettségi felkészítőket rendeztek. Különféle teszteket végeztek és e-tananyagokat is fejlesztettek. A jövőben pedig a hallgatók toborzására és a képzés népszerűsítésére is nagyobb hangsúlyt fektetnek a felsőoktatási intézmények.